Dibus Gulácsi Szápanos. Védők Bálog Botka Dárdai, Fiola Lang, Orbán Szalai Attila. Középpályások Bolla Kata, Kerkes Kleinheisler, Nagyadi Nagy Zsolt, Négo Schäfer Stiles, támadók Ádám Csobot, Gazdag Orvat, Sallai, Szoboszlai és Varga. Okay. Sorry, just a moment. Tartalékok, Listes, Mocsi, Tot, Balas, Vancsa, Vecsei. Ezzel tehát az elmúlt napban többször feltett kérdést is azt gondolom a szövetségi kapitány megválaszolta, hogy lesz-e keretszűkítés. Nem lesz, hiszen tartalékokat jelölt ki a kapitány arra az esetre, ha 26-os kereten változtatni kellene. És akkor most várjuk a kérdéseket, akár a felkészüléssel, akár magával a kerettel kapcsolatban. Annyit kérnék, hogy mindenki a mikrofont azt várja meg, illetve a következőnek majd szíveskedjen továbbadni. Soma. Soma is always the... Mindig Soma kell legyen az első. Okay. Nem fontos. Sok szeretettel köszöntöm a szövetségi kapitány urat, és engem rögtön a kimaradók érdekelnének abból a szempontból, hogy van-e olyan játékos, akivel kapcsolatban fontosnak tartotta, hogy személyesen közölje, hogy most nincs benne a keretbe. Volt-e ilyen, és ha igen, hány játékos, és milyen formában közölte velük a rossz hírt? Nem volt ilyen. Nem volt olyan játékos, akit fel kellett volna hívnom, hogy személyesen magyarázzam el neki. Persze mindig megvan a módja, hogy hogyan adunk magyarázatot. Tudod, nem hiszem, hogy a legjobb módja ennek az, hogy felhívod, vagy nem hívod fel. Tehát nem az van, hogy ha nem hívsz fel valakit, akkor ennek valami különösebb oka lenne, túl azon, amiért az illetőt meghívtad a válogatott keretébe, vagy nem. Azt kell mondjam, szerencsés módon első alkalommal, hosszú idő óta, legalábbis a mai pillanatkép ez, mert még vannak azért hátra mérkőzések mindegyik bajnokságban, de jelen pillanatban minden játékosunk, beleértve kulcsjátékosokat és az igazán fontos játékosokat, azt hiszem, úgy tűnik mindenki rendelkezésre áll, mindenki behívható, nincsenek sérültjeink. Van két kérdőjel egyébként még, Fiolára és Langra vonatkozóan. Noha azért beszélünk ugye velük is, és a mérgészségügyi stábunk is egyeztetett velük. Ezek alapján az ő esetükben is úgy tűnik, hogy nincs semmi akadály annak, hogy ők is csatlakozzanak hozzánk a felkészülés, az összetartáshoz. Tehát azt kell mondjam, teljes a létszám, ami 2022. szeptembere óta nem volt példa. Ezt egyébként én kívántam is magamnak, hogy legyen végre egy ilyen kerethirdetés. Tehát mindenki a keret része, aki gyakorlatilag már részt vett a selejtező sorozatban, és úgy hiszem, igazából nincs is sok magyarázni való. Tehát a döntéseim indokoltak, sok-sok nézőpontból, aspektusból, ezek mind-mind közre játszanak, amikor a kerethirdetést megteszem, nyilván minden játékosra vonatkozóan. Kis kivételt említenék, egy egyszerű kivételt hadd említsek, hogy Tóth Balázs szeretném megemlíteni, mert ő vele már volt olyan, hogy meghívtuk a válogatott keretébe, és jó, és a Puskás Akadémiában abban az időszakban jó eredményekkel játszott, jó teljesítménnyel, aztán a Vidinek, a Fehérvárnak átadták, átkerült oda, és volt azért egy olyan
időszak, amikor újra vissza kellett találni a magához, és azt kell mondjam, hogy az év, az idény második felében kiváló teljesítményt nyújtott. Minden szempontból kiváló fejlődést ért el. Nagyon jó a fizikalitása, nagyon jó a fizikuma, lábbal is erős, és úgy gondolom, hogy a közeljövőben, és nem véletlenül hívtuk meg novemberben, most a tartalékok között tartjuk őt számon, de a közeljövőben is, már a szeptemberre gondolok, nagyon-nagyon valószínű, hogy a Nemzetek Ligája sorozatban, legalábbis a terveim szerint, aztán persze meg kell látni, hogy én leszek-e még a kispadon, mert ez nem csak rajtam múlik, tudjátok. Köszönjük szépen. Bence, parancsolj. Borból a Bence vagyok, a Nemzeti Sporttól. Üdvözlöm a szövetségkapitányt. Ugye a két kérdőjellel szeretnék rákérdezni. Említette, hogy Féla Attila és ugyebár Lang Ádám is még kisebb sérüléssel. Mit lehet tudni az ő állapotukról? Van rá esély ezek szerint, hogy ott legyenek, de milyen állapotban érkezhetnek meg az edzőtábor? Nézd, igazából, ahogy már gyakran mondtam, ugye, hogy amikor június végén elérünk a bajnokság végére, az azért cél, hogy olyan játékosaink legyenek, akik nem merültek ki teljesen az eltöltött bajnoki idényben. És nagyon fontos számomra, tudod, hogy ebből a nézőpontból is csupa olyan játékosra számítsak, akik nincsenek teljesen igénybe véve. Tehát az, hogy Lang és Fiola visszatért, ugye 4-5 mérkőzés lejátszottak, én azt mondanám jól, bizonyították, hogy helyreálltak. Edzés közben érte őt azért egy sérülés, egy nagyon egyszerű sebészeti rutin műveletnek vetették őt alá, és nyilván a Fehérvár stábjával egyeztet a mi orvosi stábunk. Úgy tűnik, hogy a mi felkészülésünk, összetartásunk elejére csatlakozhat a társaihoz. Hát akkor majd azért átgondoljuk, mérlegeljük, és Lang Ádi esetében is mérlegeljük. Az ő esete még enyhébb egyébként. Mindezt mérlegeljük majd, kiértékeljük, és előfordulhat, hogyha bármi, nagy Isten, nem jól működik, akkor Macsit is meghívhatjuk, mert 7 középső védőt hívtunk meg. Én úgy hiszem, hogy egyébként ez bőven elegendő. Karasz, parancsolj. Borkár, a Nemzeti Sport Online. Először is arra kérdeznék rá, hogy a tartalékok, az azt jelenti, hogy ők nem kezdik el akkor a felkészülést a csapattal, és csak akkor érkezik majd tartalékjátékos, hogyha hasérülés van, hogy ezt jól értjük-e. Illetve szeretném megkérdezni, hogy ifjabb Dárdai Pálnak hogyan látja a fejlődését, mi kell ahhoz, hogy ő is akár majd a Nemzetek Ligájába oda kerülhessen a keretbe, mert jó tavaszt produkálta a Hertában. Palkóról kérdeztél, ugye? Követjük a teljesítményét, és úgy hiszem, hogy ezen a játékos poszton, ezen a pálya részen nagyon jó játékosaink, esélyesek, mint Vancsa, Lisztes, Vajda a Debrecenből. Őket is követjük, őket is értékeljük, és ne felejtjétek, hogy erre a posztra ott van Dominik és Roli is, akik a nemzetközi szinten is a legmagasabbra tagsált játékosaink, és ha minden a legnagyobb rendben zajlik, akkor őket hívjuk meg. És nyilván mindenki más, Dominik és Roli tartalékának, tartalékosaként jöhet szóba. Az adott pillanatban kell ezt kiértékelni, hogy milyen formában vannak, és hogyan alkalmazzák őket a klubcsapataik, mert előfordul, hogy a válogatottban nincs elég idő integrálni őket, hogyha valahogy mondjuk taktikailag nagyon-nagyon másként alkalmazza őket az egyesületük. Palkót ismerjük,
Meghívtuk már egyszer, aztán voltak fizikai problémái, átkerült a Vidihez, ott is fizikai problémákkal kellett szembenéznie. Most már néhány hete azért újra játszik. Lőtt 3 vagy 4 gólt az elmúlt időszakban, de azt hiszem, hogy még azért van lehetőség a fejlődésre, hogy hogyan vesz részt a csapatjátékban. Tehát őt is figyelemmel kísérjük, de őt most nem látom olyan nagy pluszt, nem hiszem, hogy képvisel például Vancsához vagy Liszteshez képest. Józsi, parancsolj! Kérném, hogy a mikrofont adjátok át a Józsinak. A tévénézők is hallják a kérdést. Gergőlics József, MTI. Azt kérdezném, hogy mi indokolta, hogy végül is nem hirdetett bő keretet, amit majd szűkít. Ezek szerint nem voltak kérdőjelek a kapitányban. Illetve, hogy mennyire volt ennek fényében könnyebbség, hogy 26-ra emelték a keretek létszámát, és mennyire volt így nehéz dönteni. Nézd, szerintem az, hogy 23 plusz 3-ra kibővítették a játékos keretet, az abszolút inkább a nagy csapatok részére előny, nem annyira miénk részére. Tehát én nem akarok valamilyen mítosz mögé elbújni, tehát hogyha nekünk ugyanazon a szinten lenne 20 játékosunk, akkor vagy én nem értek semennyire, vagy nem látom át, hogy mi a helyzet, de azért tényleg úgy látom, nincs ugyanazon a szinten 20 játékosunk. Ezzel szemben Németországnak 15 olyan játékosa van, amelyek a BL elődöntőben játszottak. És a többiek 3-4 játszik az Európa Liga döntőjében. Tehát 20 olyan német játékos tudnék most mondani, csak ebből a két sorozatból, amelyik óriási minőséget képviselnek. Most nem jut eszembe a neve ki, a Borussia Dortmundnak az a szélsője, az a színes bőrű srác. Nem jut eszembe a neve. Még soha nem is hívták meg a nemzeti válogatottba. Tehát, és most csak Németországot mondtam, Dortmund, Franciaország, Anglia, meghívhatnak 50 olyan játékost, akik azonos szintet képviselnek. Tehát itt az ő esetükben igazuk van a szurkolóknak, meg az újságíróknak, akik kérdezik, hogy miért ezt, miért azt, miért. De ha ti kérdezitek tőlem, hogy miért ezt és miért azt nem, akkor nincs igazán igazatok. Jó? Tehát itt nem arról van szó, hogy van 50 olyan játékosunk, akiket meghívhatok a válogatott keretébe. Tehát hogy mondjam, van 13-14, hogy most legalábbis, hogy mindenki egészséges, és reméljük, hogy az utolsó kanyarban senki nem sérül meg. Így most azt mondanám, van 15-16 olyan játékosunk, akik nagyjából cserélhetők. Mit értek ez alatt? Hogy az a 11, aki majd kezdő lesz, abból 5-6, az még 5-6-at még hozzászámíthatunk, akiket becserélhetek, és nem kell megsiratni azokat, akiket leírtam a pályáról. Mindenki másnak még fejlődniük kell, ezért is hívom meg egyébként sok esetben fiatal játékosokat, akik még fejlődhetnek az életekhez képest, a felnőttebbekhez képest. És hogyha nem hívtam meg mondjuk 26 plusz 5-öt, annak az az oka, hogy nem tudnám, hogyan edzem őket. Tehát, hogyha 27 játékost kell, 27 mezőnyjátékost kéne edzenem egyidejűleg, nem tudnám megoldani. Nem tudnám kivitelezni. Ezért éreztem logikusabbnak, észszerűbbnek 23-at meghívni, és ha bárkivel gond lesz, mert ugye még június 7-ig van időnk, akkor esetleg valakit meg, mást is meghívunk. Tehát az az öt, aki tartalék, nem az, hogy nem mehetnek nyári vakációzni, csak szeretném, hogy egy olyan kondícióba tartsák magukat, hogyha valamelyiküket meg kéne hívnom, akkor időben oda tudjanak érni, ahol az összetartás van. Bence, parancsolj! Jó napot kívánok, Babiák Bence a Sportától. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a
pozitívumokat nézve, ez a keret mennyiben lehet erősebb, és mennyiben lehet jobb, mint a 3 évvel ezelőtti volt? Szerintem itt Magyarországon, és tudjátok, hogy mennyire szeretem Magyarországot, de az furcsa azért, hogy egyfelől elképesztő a lelkesedés, hogyha szurkolókkal beszélsz. Nem is tudom, hogy hol olvastam egy olyan közvéleménykutatást, ahol az volt a kérdés. Magyarország csak a csoportból kerül el, vagy elődöntős lesz, vagy döntős lesz. Jó? De, vagy ezek a lehetőségek merültek fel. Föl sem merült az, hogy esetleg nem jutunk túl a csoportból. Tehát oké, ez egyfelől jelzi, hogy mekkora lelkesedés, amelyet nyilván a srácok által elért eredmények és a teljesítmény diktál. De én ezeket hívtam meg, őket hívtam meg. Ez egy olyan keret, amely minden, ez jobb 2023-as bármelyik kerethirdetésemnél. Miért? Mert mindenki itt van. Mindenki jelen van, mindazon kulcsjátékosok, akikre mindenképpen számítok, és az összes többi is, akikre a múltban számítottam. Tehát ez, hogyha hozzáadjátok ehhez még azt, hogy nem láttam egyetlen fenomént sem az elmúlt hónapokban, tehát senki sem nyújtott olyan sziporkázó, kimagasló teljesítményt, hogy valaki meghívjak még pluszban. Egyedül Tóth Balást említettem külön, azért, mert úgy hiszem, hogy ő azok közül, akiket nem hívtam meg, a 26-ból, akit nem hívtam meg, ő az egyetlen, akinek a teljesítménye abszolút meghaladta az átlagot, és elvileg, hogyha csak technikailag gondolkodnánk, akkor akár a kerethirdetés része is lehetett volna. De mindenki más, aki nincs most itt, senki se táltosodott meg, aki, hogy meghívjam mások helyett, akiknek a neve most a kivetítőn van. Még egy dolgot, ha megengeditek, hadd tegyek hozzá, mert szeretném már a legutóbbi sajtótájékoztató óta tisztázni. Ismertek engem, évek óta ismeritek. Én nagyon tisztelem a ti munkátokat. És ez az oka annak, hogy mindig minden kérdésre válaszolok, amit csak feltesztek. Ugye? Ugye, hogy így van? Na, ennek fényében az utolsó sajtótájékoztató, amit Koszovó ellen játszottunk, válaszoltam egy olyan kérdésre, amit egyikőtök tett fel, most már nem is emlékszem, hogy ki volt az. Az volt a kérdés, hogy elégedett voltam-e gazdag teljesítményével. Emlékeztek erre a kérdésfelelekre, és az több olyan honlapot láttam, amely szerint én kritizáltam volna gazdagot. Egyszerűen nem igaz, nem igaz. Volt egy kérdés, és válaszoltam rá, és nyilván nem válaszolhattam azt, hogy elégedett voltam vele, mert gazdag Dánieltől sokkal többet várok annál, mint amit nyújtott Koszovó ellen, Litvánia ellen, vagy ki más ellen játszott. Úgy, ahogy tudom, pontosan, hogy gazdag egy olyan játékos, aki, hogyha pályára lép, úgyhogy hogy becserélem a válogatottba, biztos sokkal magasabb a teljesítménye, mintha kezdene. Tehát ezt még tisztázni akartam. Pali, parancsolj! Bence, itt van már a mikrofon. Jó, a Pál vagyok az NB1.hu-tól, és azt szeretném kérdezni, hogy milyen íve lesz a következő egy hónapnak, és milyen kérdésekre vár választ az Írország és az izraeliek ellenmérkőzésektől. Nézd, az első héten a munkánk inkább, hogy úgy mondjam, a fizikalitásra fog összpontosítani, amennyire csak lehet, mert nem szabad elfelejteni, hogy a szezonból érkeznek a srácok a szezon végi formában, tehát ezt mindenképpen szem előtt kell tartani. Ezt követően mondjuk 27-én hétfőt kezdjük, és szombatig nyilván napi szinten fogunk dolgozni, és azon a szombaton majd egyeztetünk itt a
10 a 10 ellen fognak majd játszani az egyik mérkőzésen, tehát mint egy mérkőzést, mint egy szabályos mérkőzést le fogunk játszani, és azután készítjük elő a megszokásunkhoz híven a válogatottat az Írország elleni mérkőzésre, ugye idegenben, majd azt követően Izrael ellen. Tehát olyan tesztekre, olyan útmutatásokra számítunk, amelyeket általában megpróbálunk leszűrni minden felkészülési barátságos mérkőzésből. Tehát próbálunk minden olyan dolgot kipróbálni, amit majd az EB-n az ellenfeleink ellen is megpróbálunk foganatosítani. Soma, parancsolj! Köszönöm a lehetőséget. Sláger téma a kapus kérdés, az első számú kapus. Vannak, akik azt mondják, hogy ez egy kellemes helyzet, hogy biztosan van két olyan kapus, aki nagyon stabil, kiemelkedően teljesít évek óta. Nekem az a személyes véleményem, hogy ez egy szörnyű nehéz dolog lehet. Én úgy képzelem, hogy ez álmatlan éjszakákat okozhat, és nem tudom, hogy ki lesz az első számú kapus, de már most nagyon-nagyon sajnálom, és együtt érzek azzal, aki majd a második számú kapus lesz, és azt gondolom, hogy a kapitány is így van ezzel, és ez egy nagyon nehéz része lehet ennek a munkának, például egy ilyen helyzetben döntést hozni, és az érdekel, hogy most már tudja, hogy ki az első számú kapus, és mennyivel a döntést mi befolyásolja azon kívül, amit mondjuk lát a kapitány, vagy látnak a szurkolók, hogy hogy védenek, adatok, elemzése, emberi tulajdonságok, nem tudom. Mennyire nehéz ezt a döntést meghozni lelkileg, azzal szemben, akinek majd nemet kell mondani. Nézd, igazából úgy döntöttem, hogy kapusok nélkül játszunk. És akkor megúszom ezt a döntést. Na jó, viccet félretéve. Nyilván már van egy elgondolásom, nem régóta egyébként, tehát nem régiben született meg az elgondolásom, mert mind a két srác sok szempontból egyenértékű, hogy úgy mondjam. Tehát igazából tényleg ez egy ilyen 50-50 ügy lehet, vagy döntés lehet. Én egyébként nem hiszem, hogy miután a döntésemet meghoztam velük, beszélek, én azt hiszem külön-külön, hanem együtt fogok velük beszélni. Mert úgy hiszem, igen, emberi szempontból, hogyha valakinek azt mondod, hogy te játszani fog, és egy másiknak meg, hogy te maradsz kispadon, az nem egy egyszerű dolog. Mint ahogy nem is volt egyszerű az én számomra az előző EB-n két-három játékost hazaküldeni, akik ott voltak az edzésen, ugyanígy nem lesz könnyű kimondani, hogy közületek, kettejük közül ki az, aki kispadozni fog. De hát ők tudják, és azt hiszem, nagyon is jól tudják, hogy én mennyire nagyra becsülöm őket, mindkettejüket, nem csak úgymond szakmai szempontból, sportszakmai szempontból, hanem emberileg is. Persze mindketten nagyon egyediek, sajátosságaik, egyedi sajátosságokkal bírnak, testbeszédük is más egyébként, de két kiváló srác, és azt kell mondjam, hogy ebben a válogatottban, amióta elkezdtük a munkánkat, és lassacskán azért haladtunk, ez a csoport, különösen ez a csoport, úgy hiszem, mindenek előtt olyanokból áll, akik, hogy úgy mondjam, nagy karakterek. Vannak köztük fiatalok, kevésbé fiatalok, tapasztaltabbak, kevésbé megérleltek, de emberileg mindenki komoly, nagy formátum. Aztán persze a labdarúgás az egy játék, technikailag, taktikailag is le kell hozni a mérkőzést ügyesen, persze mentális oldala is van, de azért ez egy olyan válogatott, amely abszolút versenyképes. Azt hiszem, senki, Németország sem, amely a német válogatott, ők sem mondhatják, hogy hát Magyarország az úgyis legyőzzük. Biztos vagyok benne, hogy már nem így készülnek ránk. Aztán 99%, hogy ők fognak győzni, de az elmúlt három mérkőzést, ugye, amit ellenünk játszottunk, hát azért nem,
veszítettük el. Tehát azért nekik is résen kell lenniük. Ott hátul a sarokban már valaki jelentkezik elég régóta, csak pont a többiektől nem látom, csak a fent lévő kezet, de várjuk a kérdést. Szabó Noel Miklós, Hungarian Football Extra. Az elmúlt időkben Németh András több játékidőt kapott egy időben, sérülés miatt, de viszont a teljesítménye azt mondták, hogy borzalmas Németországban. Ön beszélt Németh András a mostanság, és esetleg adott-e neki tanácsot? Én Németh Andrással novemberben beszéltem, és mondtam, hogy hagyja ott a Hamburgot, mert nem fogják játszatni. Vagy nagyon keveset játszhatják. Nem tudom, hogy aztán, hogy kivel döntött a ügynöke, vagy az egyesülete győzte meg, hogy maradjon, de ez az én nézőpontomból, az én szememben, ez inkább egy olyan kényelmi megoldásnak tűnt. És hát sajnos úgy alakult a dolog, ahogy én előre láttam. Tehát nem kapott elég játékpercet, és különösen amikor megkapta, az utolsó, azt hiszem, Glatzel, ugye Tollár középcsatára két mérkőzésről távol maradt, akkor őt helyettesítette, de nem igazán nyújtott maradandó emléket. A támadóknak a számai, statisztikái magukért beszélnek. Aztán én látom a teljesítményt is. Beszéltem az új ügynökével, és mondtam neki, hogy világosan kellene dönteniük, jobb döntéseket kell meghozniuk a jövő érdekében, jövője érdekében. Nézzétek, én azért adok tanácsokat, és ha adok egy tanácsot egy játékosnak, és azt megfogadják, én azt az ő javáért és a válogatott javára szól az én tanácsom. De hogyha nem talál halló fülekre az én tanácsom, aki nem, az igazából lelke rajta. Aztán, hogyha 3-0-ra veszítünk, Írország ellen 3-0-ra, Izrael ellen, és mondjuk nem is én leszek az EB-n az edző, akkor a következő edző akár úgy is döntheti, hogy behívja a keretbe, akár rögtön már azonnal az EB-re. Tehát nézd, a labdarúgásban minden egyik napra a másikra át tud íródni a történeted, de jelen pillanatban én Andrásnak novemberben egy olyan tanácsot adtam, amit ha megfogadott volna, akkor lehet, hogy ma más szituációban lenne. Tehát elképzelhető, hogy a csoport része lenne, mert potenciál megvan ebben a srácban. Aztán vagy azért, de valahogy mindig hiányzik belőle az, hogy egyről a kettőre jusson. Nem tudom, hogy értető, hogy fogalmazok. Valami mindig hiányzik, vagy emiatt, vagy amiatt, valahogy valami hiányzik. És azért nem lehet alibizni mindig. Tehát, hogyha én elveszítek egy mérkőzést, vagy úgy mondom, ha mi elveszítünk egy mérkőzést, az első számú felelős én leszek. És mindig is mondtam, hogy azért azt elismerhetitek, hogy minden egyes alkalommal, hogy a válogatott rosszul játszott, vagy nem győzött, vagy kikapott, vagy akár csúnyán kiütötték, én mindig elsőként vállaltam a felelősséget. Igaz vagy nem? Úgyhogy ilyen formán, hogyha nem hívok meg a válogatott keretébe egy játékost, még mielőtt azt hallanánk, hogy nem lát engem a miszter, nem lát az edző. Nem. Te nem tettél le eleget az asztalra, a pályára, hogy meghívjalak. Én a válogatottban nem akarok olyan játékost, aki alibizni próbál. Mindenek előtt saját maga érdekében.